Hol van? Tatabányán. Kik nyertek helyette? Ádám, hol van? Például egy kenyérboltos nyert, aki egy hónapja ott van, és nem is árul cívit, egy 100 cívit se árult, meg. A fia mellett a Solarinos kenyérboltos nyert meg. És egy másik boltos hármat nyert meg, aki szintén mondták. És korábban mivel foglalkoztam? A szintén. Hogy 20 milliárd forint maradott a kereskedőknél, ahhoz képest, mint ami eddig. Eljövőre csak támogatja a választást. Igen, ugye azt nézzük, hogy a teljes dohányiparnak a forgalmi, két dohánypiacok, a forgalmi, meg a koncesziók, negyed koncesziók számát nézzük, az azt jelenti, hogy évi 10 millió forintot vannak garantáltak most a kereskedők által, aki kapott egy koncesziót. Hát ön kapna át garantáltat 10 milliókat, ő is a szívesen csinálnál tovább. Azt kérdezi ez az úr, hogy ön kicsoda. Tocsa Borszegyősi képviselő vagyok. A parlament most tárgyi ennek a törvénynek a vitáját, oda megyek vissza, és ott is felszólok, és kíváncsi voltam, hogy mi a reakció, milyen petíciót fognak átnyújtani. Kíváncsi voltam közvetlenül az üzlet tulajdonosoknak, a korábbi trafik tulajdonosoknak a véleményére. Hát nézze, azt, amit ön is lát, megtudtuk azt, hogy korábban, akik üzletet üzemeltettek sok éves szakmai tapasztalattal a hátuk mögött, sok esetben most nem nyertek, és annak nyertek helyettük itt, ahogy a hölgyek elmondták nekem, akiknek korábban semmilyen szakmai tapasztalata nem volt, egész más területen dolgoztak, egyáltalán dolgoztak, és hát legvalami más kapcsolatnak, talán politikai kapcsolatnak köszönhetően volt olyan szerencséjük, hogy mostantól kezdve koncesziós trafik tulajdonosok lehetnek. Mennyi idő? 20 évre csak, nem hosszabb, csak 20 évre szól, igen. És ráadásul garantált fix hozammal, hogy most arról szólik pont a vita a parlamentben, ahol megyünk vissza, hogy az eddigi ár is kicsit megemelik, az a 3-4%-ból ugye annyira nem lehetett volna jól megélni, most lesz 10-12%. Ez azt jelenti, hogy éves szinten csak a dohánypiacra 20 milliárd forint plusz profitot garantálnak ezzel, és hogyha ezt kiszámoljuk a koncesszió, meg a dohánypiac éves árbevételével, meg a koncessziókra elhozjuk, az azt jelenti, hogy koncesziónként, üzletenként 10 millió forint garantált hasznot fognak most kapni azok, akik nyertek. Hát ez a kormány ajándéka azoknak, akik számukra kedvezőek voltak, rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek. Éves szinten, hát ez körülbelül a számokat kiszámolja, átlagban ez jön ki. Egy 500 milliárdos dohánypiacok újrafelosztása történt most meg. Ugye itt voltak álságos módon jó támogatandó célok mögé bújtatták ezt a dohánypiac felújítását, mert azt mondták, hogy a fiatalok dohányzását akarják visszaszorítani. Azt mondták, hogy a megváltott munkaképességűeknek és a tartósan munkanélkülieknek akarnak segíteni, ebből nem valósult meg semmi. Helyette újraosztották ezt az 500 milliós dohánypiacot, amit nyíltan be is vallanak, hogy ez volt a valós cél, most már nem titkolják. Ezeknek, akik most kaptak ebből, ezeknek most megváltozott a nézetképességük. Most már jól fognak tudni dolgozni egy biztos üzleti hátterrel, igen. Viszont nem lehet majd belenézni ezek az ügyekbe, tehát például a törvény, amit most hoznak meg, annak alapján Sugoró nevű botránynak mondott történetet, lehetne vagy nem? Mi kértük most a miniszterasszonytól, hogy ezekben a pályázatokban be tudjunk tekinteni, előtte kértük a Nemzeti Dohánykereső Nonprofit ZRT vezérigazgatóját, és várjuk a válaszokat. Nagyon reméljük, hogy benézhetünk a pályázatokba, belenézhetünk, de szeretnénk azért látni a nyertes pályázatot. Üzleti tervét különösen, hogy milyen üzleti tervet álltak. Egy olyan törvényt, amelyik kirekeszti mostantól kezdve. Az a közpénz felhasználásáról szól, az egy más jelleg. Értem. Tehát az nem számít közpénznek, hogyha... Ez mások arra hivatkoznak, hogy közérdekű, ez közérdekű adat, nem közérdekű adnak minős, ezért nem akarják kiadni. Mi meg azt mondjuk, hogy a koncesziós pályázat alapján ezeket a pályázatokba be kell, hogy tudjunk tekinteni. És ezért is kértük, hogy akkor ezekre legyen meg a lehetőség. Közérdekű adatok leginkább a közpénzre vonatkoznak, azt hiszem, nem? Itt most a pályázatról beszélnek, ők a pályázatról beszélnek, hogy azt mondják, hogy egy pályázat, az nem közérdekű. Ezt mondják. Olyan ügyekben, amikben a pártoknak, a politikának a döntési közben. Nézzem, látja is, mit mondanak. Én azt tudom, hogy ezzel a pályázati kiírással kezdettől kezdve nem értettünk egyet.
ezt fél éve elmondjuk a parlamentbe hétről hétre, így ez így nem jó, és azt is elmondtuk, hogy ha jövőre kormányra kerülünk, akkor ezt az egészet úgy, ahogy van, természetesen visszacsináljuk. Fölszólítottuk most a minisztert, hogy érvénytelenítse ezt a pályázati kiírást, úgyhogy várjuk, hogy mi lesz. Az egész dohánykoncesziók érvényesítése. Igen, ezt mondtuk, erre szólítottuk fel, hogy érvénytelenítsék a pályázati kiírás eredményét. Viszont csak akkor tudják megtenni, hogy csak kétharmaduk lesz, nem? Nem. Benne van a kiírásban, hogy jogszabályváltozás esetén módosítható minden, ez benne, olvassák el, a kiírás benne van. Úgyhogy ez a kiírás egy jogszabályváltoztatással ezt meg lehet változtatni, lehet módosítani. Feleségem van bent, nem, csak háttérben. A feleségem viszont családilag érintett. A sajtós hölgy vette át, dr. Lenkei Mirtilnek hívják. Azt mondták, hogy nagyon rövid időn belül válaszolni fognak. Van egy e-mail címünk, és arra fognak válaszolni. Egy sajtós hölgy vette át, dr. Lenkei Mirtil, és azt mondta, hogy rövid időn belül választ kapunk az e-mail címünkre. Jó, ennyit mondott, hát ő csak elbeszélgettünk egy kicsit vele, elmondtuk a szempontjainkat, elmondtuk az emberi sorsokat, meghallgatott, aranyos volt, kedves volt, azt hiszem ez a dolga, ennyit tudott mondani. De akkor azon kívül, hogy megnézik a petíciót, más ígéretet nem kaptak? Nem, hát neki nem ez volt a feladata. Neki az átvétel volt a feladata. Jó? Ezt akartam mondani, hogy Ádám kihozta most már a petíciókat. A kontinentának a petitúzókon a Lázár Jánosnak a nagy barátja. Állítólag. Kigyűjtik a neveket, mert hallottam félfülel, bocsánat. Hát egy fiatal ember, én se ismerem, csak telefonon szoktam beszélni. Jó rádám? Tessék? Jó rádám? Nem. Hát, hogy eljutatják a sajtóhoz, megtudom. Egyszer mondja meg a nevét. Tóth Csaba. Tóth Csaba is, melyik ez? Tóth Csaba. Jó. Erzsi azt mondja, hogy Flórián baszta, mit írja ki? Hát mondom, hogy petíciót átadni mentél a minisztériumhoz, mert mit írhatsz ki? Ezt oda kéne. Hogy szervezték meg magukat? Sehol. Telefon útján. Nem. Itt ismered, ez majd oda kéne adni, hogy rakják be a internetre. Semmi. Néhány elkeseredett ember elkezdte. Nem is akartunk többet. Én 50 főt ígértem a rendőrségnek. Én elkéstem, nagyon szégyellem magam megtenni, hogy felolvassa a lényegét a petícióján. Ahhoz kéne egy petíció. Na, köszönöm. Tehát tisztelt miniszter asszony, trafikárosultak néven megalakult mozgalmunk a Magyar Állam nevében a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot vezető miniszter által jegyzett a dohánytermék kiskereskedelmi jogosultság átengedésére kírt nyilvános petíciós pályázat kiírása eredménye kapcsán a döntésben közvetve és közvetlenül érintettek érdekét szem előtt tartva az alábbi nyomatékos kérdéssel fordulunk önhöz. A kételyek eloszlatása érdekében azonnal hozzák nyilvánosságra az összes nyertes és vesztes pályázaton. A pályázati kiíráson túl milyen más szempontrendszer alapján döntöttek? Az NFM, tehát a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, mely szervezeti egységei készítették elő azt, illetve hogy személy szerint ki hozta meg a végső döntést? Az összes feljegyzési jegyzőkönyvet valamennyi pályázat elbírálásáról, továbbá a Nemzeti Dohánykereskedelmi Non-Profit ZRT döntéséről előkészítő anyagait. Az összes pályázatok elbírálásában részt vett személy, szakértő és tisztségviselő névsorát. A pályázati anyagok nyilvánosságra kerülése után más szakmai szervezetek és szakértők bevonásával megvizsgáljuk, hogy volt-e olyan nyertes pályázat, ami nem felelt meg a kiírásnak. Amennyiben kiderül, hogy volt olyan, ahol a joggal ellentétesen döntöttek, azokban az esetekben minden rendelkezésünkre álló jogorvoslati lehetőséget ki fogunk használni. A kételyek eloszlatásának mindkét fél számára a legjobb módja a teljes körű nyilvánosság. Ennyi. Megköszönöm.
Nem is tervezik azt, hogy több emberrel fognak össze? Hát az a következő lépés. Én ennyit ígértem, hogy nem lesz rendbontás, és 50 főnél több nem lesz. Ezt betartottuk. És gondolja, hogy ez meg fogja ijeszteni azokat, akiknek ezt a döntést meghozták? Ez nem ijesztelgetés céljából szolgál, semmilyen politikai pártnak nem vagyunk az elkövetelő tagjai, mindenki magáért harcol, kivételén, mert én nem is pályáztam. De egyelőre ez volt az első lépés. De politikai döntésekkel szemben bármit csinál az politikai harc? Igen, mindenben van politika, mi nem akarunk politikát belevinni. De nem politikusok hozták ezeket a döntéseket? Citrom, fatermesztők szövetsége hozott döntést? Politikai pártok vannak a parlamentben, és ezeknek a pártoknak a politikusai hozták a döntést, aminek a következményei ellen önök ezt a petíciót írta. Itt egy-két, valóban politika, és van egy-két ember, aki ezt a kormánypárton belül hozta ezt a döntést, de itt nem politikáról van szó, ennek a két embernek a döntéséről van szó. Ő hozta... Ön ezt hiszi, amit ő most mond, hogy tényleg két ember garázdag módon egy jó párttal szemben olyan döntéseket tud hozni? Hát a jó párttal szemben azt nem értem, mert megszületett egy javaslat, azt elfogadták, ezt a javaslatot két ember nyújtotta be. Most itt mindenkinek akkor, amikor, a saját felelőssége az akkor, egész. Amikor a rokkantaktól vették el az eddigi... Itt volt egy tolókocsis úr éppen. Hát ez mondjuk trafikügy, de hát sok minden más elvett ez a kormányzat már. Rokkantaktól, beteg emberektől, mi trafikosok vagyunk, ennyi a véleményünk. Itt több tízezer emberről van szó, a megélhetéséről. Itt semmi másról nincs szó. A sportolókkal, meg a sztárosokkal szemben. Az önök igényeit, vagy vágyait, vagy akaratát keresztül tudják vinni, hogyha mások önökhez nem csatlakoznak, mert vannak elegen a trafikosok, akár a több tízezren is vannak, hogy bármi értelme legyen annak, amit csinálnak. Nem lehet nem csinálni, tehát egyszerűen, amikor valaki felépít 25 munkájával egy boltot, az annak menni kell. Hát mondom, én nem pályáztam, én ismerem ezeket az embereket, én nagykereskedő voltam, tudom, milyen becsületes csapat ez. Egyszerűen nem tudtam megtenni, hogy ne szóljak az érdekükben, azért vagyok hiteles, mert nem pályáztam. Ezért lettem én az egésznek a élén, mert az összes többi az érintett valamilyen szinten, én nem. Én csak látván a neveket mondtam azt, hogy ez nem lehet. Itt alig van kereskedő. Van sportoló, megasztáros, időjós. Szennyvízkezelő telep vezetője és mindenki egyéb, aki életében nem látott trafikot, életében nem volt, és nagyon vigyázzon az, aki más nevében nyitott trafikot. Ez egy pálya, ezt ismerni kell. Csak háromszor tévegyen után elvették a egzisztenciát, visszavonják az engedélyét, és a saját vagyonával fog felelni. Mert úgy van felállítva a rendszer, hogy ő a saját vagyonával felel. Nincs én. Én akkor kéne csak két mondatot felelni, hvg.hu elmondani, hogy miért vagyunk itt, és miért tudjuk el. Azért ez vagyunk. Hát a fejlesztési kérdéseket vagyunk, hogy a német látható, hogy beszélgünk. De hogy jutott csak hátát? Hát de azért ez... Ez kőkemény azért, mi egy dobott cigarettal ilyet, ami elvűnt fekvőt. Hogy van? Kínálom el van keseretben? Nagyon. Köszönöm. 21 évig szükségünk. Nem, semmi. Elvették az önbecsülésemet is. Mindezt, hogy azért jöttem, mert úgy érzem, hogy... Menjünk? Hát, igen.
Igen. Hol van a boltja? Csepelen, Csepeli piacon, igen. Mi lesz ki? Mi ezt kezdenek? Valami más fognak elősíteni? Még nem tudjuk, hogy mivel töltjük be az űrt. Hát várjuk még ugye a fejleményeket, hogy tovább. Hát reménykedünk még mindig. Nem tudom még, miben épp ezt akartam mondani, de még reménykedünk egy picit, és hát utána kitaláljuk, hogy tovább, mert ugye a kiadások nem csökkennek ezzel a történettel. Hányan élnek ebből a boltban? Az egész családunk ebből él. Hárman vagyunk a családban. Gyerek? Gyerek, gyerek. Úgyhogy ő már... Igen. Hát most ő egyedül tartja a frontot. Most ő van a boltban. Beszélgetnek azokkal, akik önökhöz betélnek cigarettáért? Persze. Mit érzékelnek? Hát önök elmondják ezt, nem mondják el, maguktól kérdezik az emberek. Maguktól kérdezik, és mondjuk, hogy hát sajnos nem nyertünk a pályázaton. Mély felháborodás. Saját magukért mérgesek az emberek, hogy messzebbre kell esetleg menni a cigarettáért, vagy megjelent valamilyen fajta szolidaritás? Én azt gondolom a szolidaritás, mert azért nem csak dohányt árulunk az üzletben. Van, aki csak a újságért jön be, vagy a lottóját adja föl. Ő is úgy gondolja, hogy valami nincs rendben. Ugye van egy név Csepelen, aki nyert szintén, és ez az egész csepelieknek. Szerintem az országosan verte ki a biztosítékot. Fejükben nem fér bele, hogy fér össze ez a két pálya ezzel a dologgal. Tehát, hogy nálunk ezzel miatt egy kicsit felélezettebb a hangulat. Kicsit, én nem vagyok csepeli, úgyhogy nem tudom, mire utal meg, pontosabban. Ne személyeskedjünk inkább. Tehát valaki, aki közel áll a csokoládégyártókhoz, vagy... Nem, inkább zenei vonalon fut az illető. Meg Budakalászon is van egy zenei vonalon? Igen. Valami ági... Biztos füstös kocsmákban szokott játszani. Hát lehet, hogy ennyi köze van az egész dologhoz, a szakmához. Több valószínűleg nincsen egyelőre. Mikor bemutatott kellett volna tartani valami Fidesz rendezvény, és akkor valószínűleg az ember nagyobb handicappel indul. De csak elég leadni a nevemet, és már pályázatot is se kellett volna leadni. Csak azt nem értem, hogy írta meg a pályázatát, az üzleti tervét. Az üzleti tervét. Ha nincsen neki tulajdonképpen bérelt helyisége, nem tudja, hogy milyen költséget fog bérelni. Számot kellett volna kapnia annak, aki vállalja, hogy július 1-én kinyílt, és az is emelt pontszám volt, akinek már működő trafikja van. Ezek azok az emberek, a nagy többsége, azok nem is működtetnek trafikot, nem is tudják vállalni, hogy július 1-ével kinyit, ugye, és 30 nap volt arra, hogy szerződjön az állammal, másik 30 nap arra, hogy az engedélyeket beszerezze, és nyisson egy üzletet, és az be is rendezze, és leszerződjön a dohányiparosokkal, a terjesztőkkel, ezt hogy tudta volna megcsinálni. Tehát ezek a pontszámok már elvesztek, és ezek adták a nagy részét a pályázaton. Akkor hogy a jó Istenben tudott ő nyerni? Gondolom, hogy a szubjektív pontszámra nagyon nagy lehetőség volt. Tehát kék szemű, barna szemű... Állógaléru menteruha, nagy magyarországos tetoválása a karon, vagy valami ilyesmi. Gondolom, ezek mind előnyt, ezek dupla, tripla pont számot érhettek, gondolom. Tehát, aminek semmi köze nincsen a trafikhoz. Tehát, sok éve már lehet tudni, hogy ki az, aki velünk van, és ki az, aki ellenünk. Ugye ütögetünk a legkülönbözőbb alakokat az emberekről, pláne akivel nagyon gyakran találkoznak az eszményeken, ahol nekem is kell. Én is most már azt fogom csinálni, hogy most már megmaradt az újság, meg ilyesmi, most már a Demokratát, a Heti Választ előre fogom tenni, meg a Magyar Hírlapot, meg a Magyar Nemzetet. Hát, ha a kedvező bebírás lesz, hogyha bármi ilyesmi lesz majd, mert akkor Magda, aki betér a boltba, azt fogja látni, hogy ez egy jó káder, ez kiteszi a jobboldali újságokat előre. Ez majd oda figyelünk ennek a boltjára. Igen, az lesz majd, igen. Eddig ön nem volt elég jó magyar. Nem voltam elég jó magyar ezek szerint, igen. 40 működő boltunkból nyertünk 4 darab koncesziót, és mind a 40 boltot be kell zárni, mivel hogy mindegyik plázában működött. Tehát gyakorlatilag most a plázából ki lettünk szorítva, de mivel hogy hetente kitalálták, hogy egyik héten azt mondták, hogy lehet,
Plázában utána kitalálták, hogy szabadék alányíló legyen az üzlet. Ezt 3 napon belül cáfolták, hogy mégsem, hogy ez kacsahír, és a végén mégis benne hagyták a végszavazáson. És milyen véletlen, hogy abban a percben, hogy kihirdették a nyerteseket, rögtön a 3%-ról 10-12%-ra föl fogják emelni. Onnantól már megéri dohányterméket foglalkozni, addig, amíg 3% volt a dohányterméken az ár, és addig csak gyakorlatilag arra tartott az ember a dohányterméket, hogy behozza a vevőt, mert megélni belőle nem lehetett. Hát nem, hogy a fizetéseket, a béleti díjat se lehetett kitermelni eddig a cigarettának, meg a dohánytermékek árából. Mikor csökkentették 3%-ra, és melyik kormányzat alatt? Erre nem tudok válaszolni. Nem emlékszem rá. 12 éve vagyok benne a dohányiparban, azóta 3-4% az ár, és 4%-ot csak azok kapott, akinek több dohányboltja volt, és ki tudott alkudni a cigarettacégeknél nagyobb százalékot, de hát 1%-ot az iparőzési adó rögtön elvisz, tehát a 4%-ot valaki kialkudott, 1% az iparőzési adó elvesz, és hogyha még az ember engedte, hogy bankkártyával lehessen fizetni a boltjába, akkor az még 0,8-1,2%-ot elvitt, de gyakorlatilag a villanyszámlára nem volt elég a dohány tartani. Most, hogy 10-12% lesz, és most már bekerült az a elitkör ebbe a csoportba, mostantól már tényleg meg lehet élni a dohányzás forgalmazásából, de hát az volt a cél, hogy visszaszorítsák a dohányforgalmat. Így most egy csomó olyan ember, ügyvéd, nőgyógyász, olyan ember, akinek is semmi köze nem volt, és ellenérdekelt abban, hogy a dohánytermékek fogyjanak. Ezáltal most neki érdekel lesz, hogy fogyjon a dohánytermék, mert 10-12%-os árésből már meg fog tudni élni, meg gondolom azért is pályázott, mert ő ebből meg is akar élni. Tehát de semmilyen dohányismeret, de nekem egy 12 éves dohányismeretem van. Én pipázom, szivarozom, pedig nem a cigarettát részesítem előnyben, hanem a tiszta dohánynak az élvezetét, amit az ősidők óta már az indiánok is használtak, és mindenki. Tehát ezek nem egy új keletű dolog, és a dohányfüst élvezete az nem egy tűzre való mágián égetős dolog. Tehát, igen, de most nem is erről. Nem, semmi. Igen. Semmiféle gyakorlatot nem tartott. 10% volt az, akinek gyakorlata volt. Aki úgy kapta meg a koncesziót, hogy gyakorlata volt. A 90 nem. Kézilabdás Győrbe 5 voltál? Minek? Orvosnak? Minek? Kézilabdázás nem tart örökké, tehát... És 26 igen. Éves kor is lesz 30, ugye? Hát, most már 50 éves korában az nagyon jól fogja. Érdekes volt, mert személyigazolványt kellett fénymásolni. Na most általában van 78 éves pályázó is, meg van 70 éves is. Miért nem a 30 éves nyert? Akinek gyakorlata van. Vagy családilag örökölte a boltot, vagy úgymond most ő az alkalmazott. Miért nem az nyer? Ennyi. Én meg nem találom. Hol az a dosszié? Ezt csak önnek mutatom, mert ez nyilván személyiségi jogok védelme. Akkor nem mutassa meg. De hát önnek mutathatom. Nem még. Ez egy lista. Hol volt? A 18 keret keresem. Csak kioloztam, tehát nem hoztam el 200 oldalt. Akkor az interneten megtalálható. Megtalálta a nevek miatt érdekes. 1, 2, 3, 4, 5. Nem tudom ki ő. 5 volt. Öt tudom, hogy kicsoda, 3 volt. 3 volt. Hát mert egy voltam, nem jelentős kerületet. Azt szeretném, csak azóta nem találom. Segítesz nekem fogni? Abból az egy voltból, ha tisztességes százalékot kapunk, abból meg lehet élni. Mert nem csak a 12 000 lakosú emberek laknak ott, hanem az agglomerációban is jönnek oda dolgozni. Tehát abból, ha tisztességes százalékot kapunk, meg lehet élni. Megvan. Nem mondom azt, hogy milliómosok nem leszünk, de valamennyi azért csúrancsettem. De hát most, amikor ennyi probléma van az országban, olyan sok a munkanélküli, miért pont akkor önök éljenek? Akkor, de akkor miért azoktól veszik el, aki dolgozni akar? Én nem segélyért akarok az önkormányzathoz állni, hanem dolgozni szeretnék, tudja? Én értem, de akkor majd találnak maguknak más munkát. Tudja, mi? 27 évvel mi? Ezelőtt költöztünk mi? Ide mi? A lakótelepre, hát és sehova nem vették el a férjemet. Azt ők biztos tudják, mert... Hát aki a másik oldalon áll, az persze, hogy ez a mi... 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ugyanaz. Mert kicsiben nem érdemes belevágni semmibe. Igazából. Egy kontrányt nem ér meg valami, ami kevés. Én magának a férjemnek elvette az orvos a lábát, most meg az állam a munkáját.
cseréljük lábat. Igen. Cseréljük. És sehova nem veszik kezünk. Minden meg fogom. Sziasztok! Sziasztok! Keresztény demokrata ország. Hát, teljesen bizonytalanság van. Akik elhagyják a telepet. Honnan van kollégom? Én rendező vagyok, Csillag Ádámnak. Egyszer nem akartuk elhinni, és valami csodába reménykedtünk, és valahogy aztán jön ez az, jött ez az egész szabados féle történet, és akkor ugye mint egy hete volt ez most, igen, mint egy hetes, és aztán egyszerűen ez volt a következő dátum, amit lehet csinálni, hogy idejövünk kedden, és beadjuk ezt a petíciót az intézet, és várjuk, hogy valami történjen. Én úgy gondolom, hogy azért az ország vezető valahogy nem tudom, lehet, hogy egy kicsit naív vagyok, de én úgy gondolom, hogy jót akarna. Most halál komolyan mondom, hogy én úgy gondolom, hogy rá fogják jönni, hogy azért ez nem volt egy tisztességes korrekt játszma, és úgy gondolom, hogy meg kellene ezt változni. Főleg miután látszik, ennyi ember megy ettől tönkre, mert tönkre fognak menni emberek, rengetegen. Ez egy körülbelül fél év múlva, amikor a boltonak úgy le fog csökken a forgalma, hogy már nem tudják maga, nem tudják a rezsiket kitermelni, akkor egyszer kész szögre fognak. Tehát nem attól, hogy menettünk, hogy július 1-én nem árul a cigarettát, hanem attól, hogy folyamatosan visszaesik a forgalmunk, és a végén nem. Hát ez több mint 20-valahány szakmai gyakorlatilag mondja ezt velem, hogy ez hogy fog történni. Tehát nem július 2-ától, hanem majd úgy jövő tavasztól. Jön egy január, február, tavasz még egy gyenge, úgyis szép lassan történnek. Fel lesznek adóssággal, akár felhalmazódásokat, 20-valahány, 27-valahány csinálják ezt, amit nem tudok tűzetni. Ezeknél is mind megértünk, hogy egy kormány rendeletet tudnak ez az, ami nekem olyan furcsa, hogy nézd, ahogy olyan peruánás kéne, hogy annyit legyen szíves, mondjon el, hogyha valaki látja ezt az anyagot, és fogokat meg akarja találni, akkor hogy találja meg? facebook.com, trafikárosultak, egyben. Hát ahogy is fiam, úgy tudtuk el a settől a cigaret, hát hogy 10 platon. Gyűjtő, 10 gyűjtő platon. A kis vasúton át kell, a vasúti után, a vasúti áton át kell, egy többen balra. Nekem több mindegy. Akkor megyek busszal.